ez itt a Fókusz csoport. Na, rohadt életben, honnan hallottad? Most ez az új mémed. Üdvözít a Fókusz csoport. Üdvözít a Fókusz csoport. Üdvözít a Fókusz csoport. Üdvözít a Fókusz csoport. Ó, az irónia. Pont tegnap beszéltem egy kicsit arról, hogy félek, hogy letétják a videómat. Aztán este megtörtént az, és hogy most nézem, pont 8 perccel felkerült újra. Megosztó Fanmade Maker, éppen premierje volt, mondom, épp csinálok valamit a neten, akkor benyomom a háttérbe, hogy menjen. Aztán dolgom volt, mindegy, visszamentem, végighallgattam, miközben csináltam egy Discord szerver, mert mondták, hogy legyen, úgyhogy most van egy Fókusz csoport, 6 lépés Discord szerver, lent a leírásba berakom. Nem tudom még mi ez, nem tudom, hogy kell kezelni, úgyhogy segítsetek. Nem tudom, hogy van egyáltalán értelme. És aztán befrissítettem a Marci videóját, hogy megnézem a kommenteket. Nem tudtam megnézni, mert le lett tiltva a Special Effects Media által. Hoppá! Erről ma beszélhetünk. Egyfelől a fair use-ról, másfelől az, hogy hogyan használják emberek, meg hogyan nem használják. Ugye alapból Amerikában van egy törvény, hogy fair use, hogyha valaki tartalmát felhasználhatod úgy, hogyha mondjuk az oktatás, kritika céljából van, és nem károsítja az eredeti előadót. Ami azt jelenti, hogy mondjuk, amit mondjuk viccelek csinál, az egyértelműen nem fair use. De ő nyilván csinálhatja. A fair use az az, hogy nem helyettesíted az eredeti videót, nem károsítod meg az eredeti előadót úgy, hogy helyettesíted valamilyen formában az ő videóját. Szóval, hogyha leadod a videó lényegi részét, akkor nincs oka megnézni senkinek az eredetit, az nem fair use. Van itthon is ugyanilyen szabály, ez a szabad felhasználásról, ami véd bizonyos esetekben, hogyha felhasználsz egy másik művet. De nyilván ez egy ilyen, most mi vonatkozik? Magyar videó, de közben amerikai honlapon megy az egész, úgyhogy most melyik törvény vonatkozik rá, ezt nem én fogom megmondani. Nyilván erre rengetegen támaszkodnak akkor is, hogyha egyáltalán nincs ez a méltányos használat. Szoktak egy csomó feltölteni egy az egybe számokat, aztán alá bemásolják a fair use törvényét, de ez nem fair use attól, hogy bemásolod. De fair use lehet egy kritika, egy tanító jellegű videó, egy paródia, amikor tényleg nem az van, hogy helyettesíted az eredeti művet, hanem valami új dolgot hozol létre, és az eredetit egyáltalán nem károsítod azzal, hogy helyettesíted. De minden eset egyedi elbírálás alá kerül, szóval nincs ilyen exakt megfogalmazás az egésznek, hogy ez biztos, hogy valami méltányos használat. Semmire nem lehet azt mondani, hogy ez biztos, hogy méltányos használat, ez minden esetben a bíróság dönti el. De hát legtöbbször azért nem akarnak ideig eljutni az emberek, meg nem is éri meg. Induljunk ki ebből, hogy van egy ilyen törvény, és ez az internetes kultúra nagyban támaszkodik erre. Mert tényleg az internetes kultúrának az egy elég nagy része a paródia, az egymásra való reflektálás, a kritika, tanító jellegű videók, szóval fair use nélkül hát a csatornák nagy része nem létezne. A zenékre vonatkozó jogszabályok azok mások, ott másra kell figyelni. Úgyhogy mondjuk a 6 lépéssel ezzel ilyen szinten nem volt nagyon problémánk sosem, mert ott általában a tartalom a zenéken kívül az mind saját. Úgyhogy erre hál' Istennek nem nagyon kellett nekem figyelnem. Itt a Fókusz csoportnál már figyelnem kell, és ezért is van, hogy az én arcomat látjátok, mert mindig bevágnám a ideillő részletet. Egyfelől sokkal több idő lenne elkészíteni a videót, másfelől meg letilthatnák. Úgyhogy nem szeretném megadni erre a lehetőséget, úgyhogy ezért kell az én arcomat bámulni. Úgyhogy sorry. De Marcinál például ő bevágja mindig a részletet. Ja, és ezért is van az, hogy mondjuk a hangot a tegnapi videóban nem hangosítottam föl teljesen, mert félek, hogy bármilyen kis... Félek, hogyha elkapja ugyanazt a waveformot a rendszer, akkor az emberek kihasználják. Nagyon rövid részleteket használok kommentárokra, de hát azt mondják, hogy nem tetszik ez a kritika, és letiltjuk. Szóval van ilyen nem túl szimpatikus része ennek a dolognak, hogy el tudod hallgattatni a kritikát is. És lehet a Marcit szeretni, vagy nem szeretni, és egy csomóan nem szeretik a stílusa miatt. Ez már egyén ízlés kérdése, engem például szórakoztat, tök jó beszélőkéje. De ez tök független. Attól, hogy valakit nem szeretsz, attól még érdekes megvizsgálni, hogy mi történt tegnap, és hogy ez mennyire korrekt vajon. Arról szólt a videója, hogy a 10 legigénytelenebb
szponzoráció a magyar YouTube-on. Nem sokkal a videó felkerülése után letiltott a Special Effects Media. Nyilván itthon a YouTube ügynökségek ellen nem nagyon szólal fel senki, mert mindenki valamilyen YouTube ügynökségnél van. Úgy látni, mintha sok hatalom összpontosulna a kezükben, de amúgy kb. Semmi. Meg ezeknek a YouTube ügynökségeknek a létjogosultsága is egyre inkább kérdéses. Kicsit sötét voltam, Mária. Be lehet kötni ebbe. Kössetek be. Háttér is kék. Franc. Ja igen, majd most szórakozok a csatlakozással, van az a támogatás dolog. Most még csak megpróbálom bálítgatni, úgyhogy lehet, hogy ez is fel fog tűnni alul. De lehet támogatni, hogy egy stúdióm legyen. Hagyja! Valami extra contentet is kap majd, aki csatlakozik, de... Meg hogyha sokan csatlakoznak, akkor lesz szombati rész is. De azt majd kitűzöm. Minden támogatónak személyre szóló kókuszcsoport üzenetet küldetek ki. Lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen MLD-es hívószámot, és amikor felhívjátok, akkor a teki veszi fel és kókuszcsoportot. Na jó, hol tartottunk? Mi a hat lépéssel annó voltunk a YouTube ügynökségnél, pont nem a Special Effects-nél, hanem még a Star Network-nél, de ott volt egy kis átalakulás, és még kikerültünk onnan. De amúgy jó fejek, azóta meghívnak minden ilyen YouTuber bulira, ami tök jó, mert jó találkozni akkor én, ha emberekkel is beszélgetni. Nincs rossz tapasztalatom YouTube ügynökség szempontjából, de sokat nem is adott. Nagyon kicsik voltunk, meg mi most is elég kicsik vagyunk, hogy nem nagyon volt érdemes velünk szerintem foglalkozni. De úgyhogy én annyira behatóan nem ismerem a magyar ügynökségeket, mint a Marcsi. Ez a hozzáállás szerintem mindenképp érdekes, hogy az ügynökség letiltja a Marci videóját, ami nyilvánvalóan felhasznált részleteket, de nyilvánvalóan nem károsította az eredeti előadót, nyilvánvalóan méltányos használat volt, hisz a Marci videója nem helyettesíti mondjuk a Gerinek a tudom is, KFC-s videóját. Valószínűleg nagyon más a célközönség is, úgyhogy nyilván sokan csinálnak ilyesmit, hogy ott van illusztrációnak, amiről beszélnek, de mégsem minden tiltódik le. Láthatóan ez nem tetszett az ügynökségnek, mert a szponzorációk az már a pénztárcát is érinti. Elhallgattatni a kritikát, ez szerintem szembe megy például a szólás szabadsága. És nyilván ők azt fogják mondani, hogy ne csak azért tiltottuk le, mert felhasználta a videónkat, de benyújtod a YouTube-nak, hogy ez méltányos használat, akkor lehet, hogy idő után a YouTube feloldja ezt az egészet, de addigra már eltelnek néha hetek, vagy akár egy egész hónap, és már senkit sem fog érdekelni az a videó, szóval igazából a célod elérted, a videót nem fogja annyi ember megnézni. Azért különösen furcsa nekem, mert és kétszínű dolog, mert például a Special Effects médiának is rengeteg videósa van, aki ebből él, hogy más YouTube videókat rak a videójába, és el tudom képzelni, hogyha mondjuk egy Dancsó videót tiltanának le miatt, hogy mondjuk más YouTube videókat rak be. Ismerjük Dancsót. Amúgy egyszer kíváncsi vagyok egy Dancsó videóra, amiből kivágják az összes random bevágott vicces videó részletet, hogy önmagában mennyire állna meg a helyét, de ez már másik dolog. Nyilván neki nem véletlen ez a stílusa. De például a Dancsó nagyon épít arra, hogy más videókból bevág. Tegyük fel, hogy egy magyar vagy egy külföldi letiltaná a Dancsó videóját, amiatt, hogy részleteket felhasznált, és ez még egy csomószor kevésbé fair use, amit ő csinál, hogy egyszerűen csak egy random részletet bevágok, hogy vicces legyen a videó. De van, amikor tényleg arról beszél, mindegy. Akkor nagyon fel lenne háborodva a Special Effects Media, és kiállna a fair use mellett, hogy igenis Dancsó, ez fair use. Most nézem, hogy milyen csatornák van náluk. Szerintedben egyértelműen szoktak videó részleteket felhasználni, ha jól emlékszem. Videománia szokott. Pamkutyák csinálnak paródiákat, ami ugyanúgy már volt, hogy letiltották egy számukat, de aztán feloldották, mert általában az ilyen YouTube ügynökségeknek van egy közvetlenebb kapcsolatuk a YouTube-bal. Nem tudom, manapság az mennyit ér, vagy mennyire van eladva annak, hogy sokat ér, hogy oda menj. Viccelek is náluk van. Au! Na jó! Itt erre nem számítottam, hogy a Special Effects médiánál van a Viccelek, akit tegnapi videóban kifejtettem, hogy mit csinál. Gyakorlatilag mások videóját nézi, és elmondja, hogy mi történik közben. Ez úgy látszik rendben van a Special Effects médiánál, hogy egyszerűen egy az egyben egy videós lelopja más tartalmát, és azt a saját csatornáján értékesíti. De hogyha egy másik youtuber, aki nincs náluk, kritikát mond, sokkal jogosabban használ fel részleteket, akkor azt letiltjuk. Na, de itt van a retrosok is, hogy egy pozitív példát mondjak, aki egyik legminőségibb magyar csatorna, de közben
Ha nem lenne Fair Use, nem lenne RetroShock sem, hisz ő meg régi filmeket használ fel, és teljesen átformálja, nem károsítja az eredeti filmet, de érted, hogyha letiltenek a RetroShocknak a videóját, és biztos volt már ilyen, vagy akkor a Special Effects-nek az lenne a dolga, hogy kiálljon érte, mert ő kicsit hatásosabban tud a YouTube-nál lobbizni. Gyakorlatilag ennek az ügynökségnek, a csatornájának nagy része ugyanúgy él ezzel a jogával, hogy méltányos használat, de hogyha valaki ellenük, vagy rolluk csinál valamit, ami méltányos használat, az már nem oké. Nyilván nem lesz felháborodás, mert Marti az ilyen fekete bárány a magyar YouTube-on, neki volt egy ilyen pálfordulás, és most ellenük szólal fel, és ez tök mindegy. Mondhatom azt is, hogy én utálom Marcit, ami még nem igaz, de hogyha az lenne, hogy én utálom Marcit, mert találkoztunk, és állandóan felpofoz, videóiban állandóan ordibál, és mindenféle dolog miatt utálom, akkor sem mondhatom, hogy most letiltom a véleményét, mert ez egy elég csúszós lejtő. Nyilván majd csinálna Marci egy új videót, amiben már nem tudnak így letiltani, mint most meg is csinálta. Ugyanott tartunk, csak most még a Special Effects Media egy kicsit így még negatív színben lett föltüntetve a magyar YouTube-on. A tiltás az interneten általában az ellentétét érje. Nem azért vagyok, hogy megvédjem a Marcit, hanem azért, hogyha mondjuk egy YouTuber lenne, aki a szöges ellentétbe áll azzal, amit én mondani akarok, és mondjuk rólam csinál kritikát, és felhasználja a pofámat arról, hogy elmondja, hogy mi a véleménye rólam, és nekem feldobna a YouTube, hogy na, akkor ezzel most mit csinálok, akkor azt mondanám, hogy hát nagyon nem tetszik, amit mond, amíg rólam szól a kritika, és mondjuk nem máshol, addig én azt mondom, hogy jó, ez van, inkább mondjon mindenki véleményt, még akkor is, hogyha nem tetszik, mint az, hogy most így elkezdjük szelektálni, hogy ki mondhat meg, ki nem. Nem mondom, hogy ez az egész ügynökség egy szar, mert nem ismerem, és nyilvánvalóan somon ott vannak náluk, hogy biztosan segítenek meg minden. Ez egy gonosz ügynökség, nem ezt mondom, valaki letiltott ezt a videót, valaki hozott egy döntést. Szerintem ez nem volt egy jó döntés, és remélem, hogy a jövőben, hogy mondjam, az ilyen YouTube ügynökségeknek inkább egész magyar YouTube érdekét kéne szolgálni, mint hogy csak a saját youtubereik érdekét, hanem azt, hogy igenis mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, még akkor is, ha nem tetszik, max reagálunk rá, és elmondjuk, hogy miért nincs igazad. Bezek, hogyha valaki a kormányról mondott volna véleményt, és letiltene a kormány, akkor ebből óriási nagy felháborodás lenne, és mindenki azt mondja, hogy mi ez a szólásszabadság meggyalázása, de hogyha egy magáncég csinál ilyet, akkor valahogy ezt nem szokott akkor a felháborodás lenni. Remélem, a jövőben nem lesznek egyenlők és egyenlőbbek a magyar YouTube-on, hanem a Fair Use az mindenkire vonatkozik. Igen, akkor is, hogyha nem tetszik, amit mondanak rólad, mert ezek csak vélemények. Ha majd mocskolják a neved és hazugságokat állítanak, akkor meg azt majd az egy másik téma, de ezek a videók általában csak vélemények. Még akkor is, hogyha nagyon nagy vehemenciával tudja előadni néha Marci, attól még vélemény lesz, és nyilván neki sincs mindig igaza, de tök mindegy, az a lényeg, hogy véleményt mond, és a vélemény szabadságot védeni kell mindenáron, ha tetszik, ha nem. Úgyhogy remélem, hogy azért majd még meghívnak ilyen YouTuber eseményeknek, nem? Vagy most már el vagyok temetve, mert felszólaltam egy ilyen ügyben? Vagy mert lehet, hogy a Marci az ilyen olyan fekete bárány, akiről ha nem szítsz, vagy nem határolódsz el tőle, akkor elbúcsúzhatsz itt a jó hírnevettől a YouTube-on, főleg az ilyen ügynökségi körökben, úgyhogy lehet, hogy ezt a videót nem kellett volna megcsinálnom. Bazeng. Thank God that the brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.